Jó napot kívánok, Imre Zoltánt hallják. Magyarországra, azon belül is Budapestre figyel a világ nyár végén. Ugyanis augusztus 19-én rajtol a 2023-as atlétikai világbajnokság. A szervezésről és a helyszínekről Németh Balázst, a Budapest 2023 ZRT vezérigazgatóját kérdezzük. Köszöntelek! Köszöntöm a hallgatókat, szervusz! Korábban egy interjúban azt mondtad, idézem, az én napom reggel 5:30 kezdődik. Miért kelsz fel ilyen korán? Az még az iskolai időszak volt, mert 5:30 a lányok miatt, akiket hozok be Budapestre, iskolába kellett kelni. Most ez 5:45-ra csúszott, tehát itt a vakáció alatt van 4 órával több alvás. Azért, mert 6 óra után nem sokkal megjönnek a jegyértékesítési adatok. És akkor 3:45 környékén már el lehet kezdeni e-mailezni az éjszaka termelődő, vagy a késő esti órákban termelődő e-mailekre és még olvasatlan e-mailekre tudok reagálni. Ezt megpróbálom lenullázni 6:10-6:12-ig, mert akkor befut a jegyértékesítési adat, és december 12-én kezdtük az atlétikai világbajnokság jegyeinek az értékesítését, a jegyeladást. Tudni kell, hogy ez Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, tehát összesen nagyjából 400 ezer jegyet tudunk és szeretnénk eladni. Soha egyetlen egy magyarországi sporteseményen sem, sőt, esemény sorozaton sem voltak ennyien. Most már elhagytuk a 250 ezres mérföldkövet, és minden tapasztalat azt mutatja, hogy a végén pörög fel leginkább. Főleg a Covid-válság óta egyre rövidebb távra terveznek az emberek, tehát hónapokra, sok-sok hétre előre kevesebben veszik csak meg a belépőjüket a sporteseményekre. Szóval a lényeg az, hogy nagyon jól haladunk a 400 ezer felé. Tehát van nekem egy megcélzott adatom, amit szeretnék elérni. Leírtam magamnak egy kis füzetbe, nem fogom most itt elárulni. A lényeg az, hogy egy akkora egy értékesítési feladatról van szó, amilyet még nem csinált soha senki Magyarországon, és ennek jönnek az adatai kora reggel, melyik szektorban hányan bérletet jegyet, melyik országból, melyik napra, reggeli programra vagy esti programra, és azt már szerettem első kézből látni, és aztán a különböző kommunikációs csatornákon keresztül elemezni a kollégákkal, hogy működik-e a kampányunk, és jó úton járunk-e. Az atlétikai VB a harmadik legnézettebb sporteseménynek tartják. Ez számokban mit jelent? A harmadik legjelentősebb nemzetközi sportesemény, valóban ezt mondjuk róla mi is mindig, de a nemzetközi sajtó így tartja számon. A nyári olimpia és a foci VB van előtte. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség például a budapesti VB-vel kapcsolatban úgy kötötte meg a közvetítési szerződéseket, hogy potenciálisan 3 milliárd ember otthonában lesz elérhető az atlétikai VB, és minden felmérés, becslés, korábbi rendezvények tapasztalatai azt mutatják, hogy több mint 1 milliárdan becsatlakoznak majd hosszabb, rövidebb időre a közvetítésbe. Még néhány szám, majd szólj kérlek, hogyha túl sok számot vagy adatot mondok, mert ezeknek a bűvkörében élem mostanában a mindennapjaimat. Csaknem 100 országból van már jegyvásárló. Tehát a világ legtávolabbi pontjairól is ide utaznak hozzánk emberek, úgy döntenek, hogy repülőre ülnek. Igen. Fél napot, egy napot, sok ezer kilométert utaznak, és eljönnek Budapestre azért, hogy láthassák a csodát. Igen. Tehát van 1 milliárdnyi tévénézőnk, és lesz összességében a Nemzeti Atlétikai Központban több 100 000 helyszíni néző, és ebből több 100 000-ből sok 10 000 az külföldről jön hozzánk azért, hogy láthassa, ami itt van nálunk. Épp ezért szoktam azt mondani, hogy óriási mázlink van, hogy ez itt van nálunk, mert nekünk csak a szomszéd utcából, a szomszéd településről, vagy esetleg a Kárpát-medence valamelyik távolabbi településéről kell ide utaznunk, de ez is maximum néhány óra, és használjuk ki ezt a lehetőséget, hogyha még egyszer mondom, vannak olyanok, akik Japánban, Új-Zélandon, Dél-Afrikában, Chilében, Kanadában, vagy nem tudom, Izlandon úgy döntenek, hogy ide jönnek, tehát ez érdemes,
Érdemes minden magyarnak megnéznie, mert ilyet még nem láttunk. Pont ezt akartam kérdezni, hogy melyik az az ország, amely a legtávolabbi és már becsatlakozott, azaz már helyjegyet, vagy vett helyjegyet az atlétikai világbajnokságon. Ha átfurunk a földön, akkor ott, tehát Új-Zélandról is jönnek, Ausztráliából is jönnek sokan, Dél-Amerikából is jönnek sokan, Afrika déli része is távol-kelet, és akiket soroltam az imént. És akkor ehhez még tegyük hozzá, hogy, hogy résztvevő pedig, tehát versenyző és edzők pedig több mint 200 országból jönnek. Ez valóban azt jelenti, hogy a világ minden tájáról. Az ENSZ-nek sincsen 200 tagállama, a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek 214 tagszövetsége van. Ez a legglobálisabb sportág, ami érthető, hiszen az atlétikához egy rövid nadrág kell, egy póló és egy cipő, de annak, akiknek cipő sem kell. Tehát valóban a világ minden táján lehet űzni, éghajlattól, domborzati viszonyoktól, kultúrától függetlenül. És ez így is történik, mert több mint 200 országból jönnek, óriási a verseny. Ezt mindenhol űzik az atlétikát, és még egyszer mondom, az ENSZ-nek sincsen annyi tagállama, mint ahány helyről utaznak ide hozzánk versenyzők és edzők. Tehát, hogyha ha megpörgetjük a földgömböt, akárhova bökünk, onnan biztosan jönnek. Szerintem sok olyan helyről is, ahol még soha nem hallottak korábban Magyarországról, és sok olyan helyre is eljut Magyarország, Közép-Európa, Magyarország és Budapest híre, ahol korábban még nem hallottak rólunk. Milyen költségekkel jár, és mire kell számolni egyébként egy ilyen VB a létrehozásánál? Mondom a költségeket is, de szorosan hozzáteszem majd a hasznot is, meg a bevételt is, ami bejön belőle. Azt remélem, hogy ez egy újfajta kommunikációs stratégia itthon a nemzetközi sporteseményekkel kapcsolatban, hogy a mindenféle VB-hez kapcsolódó költséget nyilvánosságra hoztunk. Zárójeles megjegyzés, a világbajnokság szervezésében fontos szerepet kap a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség, amelyik a kormány döntése értelmében a nagy állami rendezvényeknél, nem csak a sportrendezvényeknél, hanem a nagy rendezvényeknél fontos szereplő a lebonyolításban, előkészítésben, és emellett van az ERT, amelynek én vagyok a vezetője, ez a Budapest 2023 non-profit ZRT. Ennél a két szervezetnél is mind a kettőnél jelentkezik költségvetési forrás. Ha kettőt összeadjuk, a két lábát a rendezvény szervezési költségnek, akkor szumában nagyjából 70 milliárd forintos költség jön össze. Igen. Sok. Magyarország történetének nem csak legnagyobb, hanem legdrágább sporteseménye. De azt mondjuk, és majd mindjárt mondom, hogy mivel indokoljuk ezt az állításunkat, azt mondjuk, hogy 70-be kerül, de csak nem kétszer ennyit hoz az atlétikai világbajnokság. Nagyjából 130 milliárd forintra becsüljük azokat a bevételeket, amit hoz az atlétikai VB, tehát azt is mondhatjuk, hogy ez egy jó befektetés, ez egy nyereséges befektetés. Miből jön ez össze? Beszéltünk a több tízezer külföldi szurkolóról. Az atlétika szurkolók a tapasztalatok, felmérések szerint az átlagnál jobb módú emberek, 45-50 éves korosztály, vagy ennél is idősebbek, és többet költenek az átlagos turistáknál. Viszont számíthatunk arra, hogy azok, akik ide jönnek Budapestre augusztus második felében, hozzák a pénztárcájukat is, és elköltenek jó sok pénzt nálunk. Nagyjából, mert átlagosan 4 vendég éjszakával lehet számolni, a közgazdászok becslései, számításai szerint 10 milliárd forintot elköltenek majd itt az ide érkező turisták. Ha ez a pénz bekerül a magyar gazdaságba, akkor megpörgeti a magyar gazdaságot, ennek is van egy közvetett gazdasági hatása, amit ugyanezek a közgazdászok, gazdasághoz értő szakemberek nagyjából 60 milliárdos költségre becslik. 10 meg 60, már 70-nél vagyunk. Tehát visszajött az összeg, ugye, És van még egy 60 milliárdos összeg, az pedig legutóbb Európában London rendezett atlétikai világbajnokságot 2017-ben, és megvizsgálták azt, hogy Londonnak mennyit kellett volna marketingre, reklámra költenie a médiában, ahhoz, hogy elérje azt a reklámértéket, amit az atlétikai VB jelentett neki, és ezt is
forintra átszámítva mai árfolyamon 2023-as árak mellett nagyjából 60 milliárd forintra becslik azok, akik értenek ilyen számításokhoz. Így a 10 meg 60 meg 60, ez a 130. Tehát ezért ez az nagyon-nagyon leegyszerűsítve ez az a számítás, ami alapján azt mondjuk, hogy többet hoz, mint amennyit visz. És ez még csak a gazdasági haszon, ebben a társadalmi haszon az nincsen benne. Ugye mi az atlétikai világbajnokságot arra a célra is szeretnénk felhasználni, amellett, hogy 1 milliárd ember foglalkozik majd velünk, és láthatja, hogy alkalmas a Magyarország arra, hogy megrendezze ezt a sporteseményt. Arra a célra is felhasználjuk, hogy minél több embert ösztönözzünk mozgásra. Erről szól most már a kampányunk hónapok óta, ez a hétköznapi hős kampány. Igen. Azt mondtuk, és ez világújdonság a maga nemében, azt mondtuk, hogy azok, akik sportolnak, mozognak, ők féláron jöhetnek kedvezményes jegyekre az atlétikai világbajnokságra, mert szeretnénk mozgásra, egészségesebb életmódra, sportolásra ösztönözni mindenkit a VB segítségével is. Mert nem 9 napról szól a világbajnokság, és csak a 9 nap miatt talán nem is érné meg elkölteni a 70 milliárd forintot, bár látjuk, hogy gazdaságilag van bevétel bőven, hanem az a cél, hogy legyen hagyaték, legyen örökség. Akár évek múlva is profitáljunk ebből. Például úgy, hogy sportosabban él a magyar emberek egy része a VB segítségével. Éppen ezért indult el például a Suli Hős program is, a hétköznapi hős program mellett. A suli hősök azok, akik a tanáraik segítségével a testnevelés órákon megismerkedtek idén tavasszal, a tavaszi fél évben az atlétikával, és nagyjából 500 iskola jelentkezett erre, minden vármegyéből voltak jelentkezők, és őket is megjutalmazzuk. 23 ingyen jegyet kapott minden intézmény, és jöhetnek a gyerekek is, mert a kísérő tanárok is a világbajnokságnak a nyitónapjára. Augusztus 19-én délelőtre is jönnek több ezren, és a augusztus 19-e esti programra és a megnyitóra is jönnek több ezren suli hősök. Igen. Tehát úgy néz majd ki a lelátó, hogy ülnek rajta hétköznapi hősök, akik kedvezményesen vették a jegyüket. Egyébként is vívtunk azért, és sikeresen vívtuk meg azt a csatát a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel, hogy a korábbi világbajnokságok átlagáránál lejjebb toltuk a jegyárakat. Azért, hogy közép-európai pénztárcával is elérhető, megfizethető legyen. Szóval lesznek olyanok a lelátón több ezren, akik hétköznapi hősök, sportoltak, ezért kedvezményesen vettek. Mellettük lesznek sok ezren suli hősök, sportoltak, ezért ingyen jöhetnek, láthatják a csodát. És lesznek még olyanok is, akik a jó szolgálati programunk segítségével jutnak ki a világbajnokságra, mert azoknak is segíteni szerettünk volna, akik önerőből nem tehetnék meg, hogy kijöjjenek, még így sem, hogy kedvezményesebbek a jegyárak, mint egy ekkora sporteseménynél általában a nemzetközi piacon. Ők pedig a jó szolgálati programban vehetnek részt, fogyatékossággal élők, nehezítettséggel, nehezített körülmények között élők. Ez is mind azért, mert hagyatékot, örökséget szeretnénk, azt szeretnénk, hogy állami gondozottak, nagycsaládosok, fogyatékossággal élők láthassák élőben, átélhessék, és olyan élményt szerezzenek, ami akár éveken át, vagy akár életük végéig egy meghatározó élmény, és talán szebbé, színesebbé teszi az életüket. Egyébként is, hogyha már az iskolák is be vannak kapcsolva, gondolom, hogy ebből is lesz majd egy hagyomány, tehát a tanárok gondolom jobb kedvel próbálják majd tanítani a fiatalokat. Ugye ez egy olyan emlék lesz a gyermekeknek, amire ösztökél és sarkalja majd őket, hogy tessék, akkor szeretnének tornászni, szeretnének atlétikával foglalkozni, tehát ez valóban a jövőre nézve is nagyon fontos esemény lesz így mindannyiunk számára. Egy világverseny megszervezése hatalmas feladat. Miért vállalkozik? Mert szembe jött az a megtisztelő felkérés, hogy összefoghatom azt a csapatot, amelyik szervezi az atlétikai VB-t. 25 évet töltöttem a médiában. Sportreporterként kezdtem, híradósként végeztem, közben párhuzamosan sportmenedzser diplomát szereztem, és sportreporterként a világ legnagyobb sporteseményéről tudósíthattam. Olimpiák, világbajnokságok, labdarúgó bajnokok ligája, meccsek, döntők.
És itthon pedig Magyarországon részt vettem több nagy nemzetközi sportesemének a szervezésében. Vívó világbajnokság volt Budapesten, kajakkenu világbajnokság Szegeden. Szóval van sportos múltam, 10 évig atletizáltam, van kötődésem az atlétikához, és 25 év média munkáskodás után volt egy olyan elhatározásom, egy olyan érzésem, hogy új motivációra van szükségem. Elég szerencsésnek érzem magam, hogy ez az a feladat, ez az a megtisztelő feladat, amivel újjá születhettem. Mert, ez egy egyszerű feladat. Mert valóban így érzem, hogy tavaly szeptember 2-án, amikor megtörtént a kinevezésem, akkor újjá születtem. Akkor még nem tudtam én sem, meg a családom sem, meg a világban is egy kormánybiztosa, és az ő stábja sem, hogy ez jó döntés volt, vagy nem. Kormánybiztos úr nevében nem akarok beszélni, majd eldönti augusztus 27-e után, biztos, hogy jó döntés volt, vagy sem. Én a magam részéről, bár még szűk egy hónap van a zárásig, de az biztos, hogy a mai állapot szerint azt mondom, hogy nagyon jó döntés volt. Gondolom, hogy a média világban töltött időd és munkásságod nagyban befolyásolja ugye a gondolatmenetedet, hogy mit fognak majd esetleg látni a nézők, ugye, tehát hogy hogyan épül fel majd a nézők számára az atlétikai világbajnokságnak a megtekintése. Tudsz erről egy pár szót mondani, hogy a híradós módodnak a használatát esetleg betetszed-e, vagy a sportos múltadat is ennek kifolyólag valamilyen másfajta koncepciót láthatnak majd a nézők? Többféle választ adok erre, több témakörben, aztán majd még kérdez, ha nem az eredeti kérdésedre válaszoltam. A híradós múlt például segít a gyors döntésben. Az egy élő munka volt, élő adás, hirtelen kellett reagálni, minden perce a munkának, már a felkészülés időszaka is, tehát amikor a felkonferál szövegek írása történik, és a híreknek az olvasása, értelmezése, majd aztán a stúdióban töltött órák is, az tényleg egy ilyen feszített tempójú munka. Nem nagyon van idő arra, hogy belassuljon az ember. És erős koncentrációt is igényel. És erős koncentráció van, és hogyha szembe jön valami, akkor azt el kell intézni. Így történik a munkavégzés a jelenlegi pozícióban is. Tehát nem pihennek e-mailek, megjön az ahogy e-mail. Ahogy hallottuk is, hogy egy már kora reggel a jegy statisztikát átböngészve kezded a napot, amelyből már lehet szűrni valamit, ugye, hogy mi fog történni. Jön e-mail, jön kérdés, jön probléma, amit meg kell oldani, akkor azonnal van rá valamilyen válasz, azonnal reagálni kell. Szerintem ez a fajta munkatempó, ez a 25 évnek az öröksége. Aztán még amiben a média segít, az nem újdonság semmelyikünk számára, hogy a világ ma már nagyrészt a kommunikációról szól. Így van. Minden egyes, nem titok, minden egyes döntést a VB-vel kapcsolatban megvizsgálunk azon a szemüvegen keresztül is, hogy ezt hogyan kommunikáljuk, és mit szólnak majd hozzá az újságírók, vajon ők hogy a politikai paletta bármelyik oldalán is vannak, de ők hogyan látják, vagyis hogyan értékelik majd a döntést. Tehát természetesen szívből jön minden fenntarthatósági programmal kapcsolatos döntés, de nem titok, hogy célozzuk azokat a médiumokat, és azokat a felületeket is ezekkel a döntésekkel, platformokat, akik tudjuk, hogy hiszen ebben élünk évek, évtizedek óta, hogy nem mindenki támogatja Magyarországon, hogy legyenek nagy sportesemények, de én szeretném azt bebizonyítani, megmutatni, hogy igenis megéri Magyarországnak ekkora sporteseményt megrendezni, és ezért vannak a kommunikációnknak, a tevékenységünknek is, és a tevékenységünkhez kapcsolódó kommunikációnak is vannak olyan szeletei, amelyek reményeim szerint vonzóak annak a körnek is, és a médiának azon szelete számára is, amelyik
nem állt eddig a nagy sportesemények támogatói mellett, nem támogatta ezeket. És még ami kommunikációval kapcsolatos, lett volna egy harmadik válaszom is, de ezt most elfelejtettem, de lehet, hogy majd még eszembe jut, visszatérünk addig, rá. Igen, addig feltenném, hogy a következő kérdés, amely nemrég volt az atlétikai világban. Bocsánat, eszembe jutott. Ez egyfajta olyan nyitottság a sajtóval szemben, ami talán nem általános. Igen. Magyarországon. Tehát mi minden egyes sajtótájékoztatónkra mindenkit meghívunk. Minden megkeresésre válaszolunk. Minden, hol van lehetőség, kérdezésre. Te támadhatatlanok vagytok, mondhatnám így is, hiszen minden tisztán, szépen alakul mindenki szemen által. Igen, és nem akarunk, nem, ez abból adódik, és ez valóban a 25 évnek a következménye, annak is az első felében, vagy az első kétharmadában szerkesztőként, riporterként dolgoztam. Rengeteg interjút szerveztem le, sok ezer interjú alany győzködtem, hogy nyilatkozzon, telefonon, személyesen, akárhogy, és mindig az volt az érzésem, hogy borzalmasan megsértenek engem az újságírói mi voltomban, hogyha valaki nem akart velem szóba állni. Igen. És egész egyszerűen a kollégákkal való szolidaritás is azt mondatja velem, hogyha egy újságíró kérdez, akkor arra válaszolni kell. Ha egy újságírót el szeretné jönni egy sajtótájékoztatóra, akkor jöjjön. Ez mindenkinek az atlétikai világbajnoksága, akár szereti a sportot, nem, akár korábban támogatta, hogy itt legyen, akár nem. Ez itt lesz, és ebből közösen kell kihoznunk a legtöbbet, és ebbe beletartozik a közösbe, beletartozik a médiának az a szelete is, amelyik nincs a nagy sportesemények mellett. Szóval ez is a kommunikációval, a tévés újságírói múlttal kapcsolatos, hogy egy olyan fajta hozzáállásunk van. Igen, tudsz a média felé és a média emberei felé úgy közeledni, vagy úgy engedni őket közeledni, hogy az világos legyen mindenki számára, hogy ez egy közös cél, ez egy közös sportesemény, amire mindenkit szeretettel várnak. Abszolút, és szeretnénk kiszolgálni az újságírókat, a médiát, és teljesíteni mindenféle kérdésüket, ami felmerül. Nagyszerű. Az előbb elkezdtem kérdezni, tehát, hogy nemrég volt ugye az atlétikai világbajnokság főpróbája. Milyen eredménnyel, tapasztalatokkal zárult ez a teszt, mondhatnánk, ha tesztnek lehet ezt így? Egy lépéssel hátrébről kezdtem. Nagyon bonyolult dolog a világ harmadik legnagyobb sporteseményét megszervezni. Ennél egy bonyolultabb van, mindig ezt mondom a kollégáknak, hogy a világ harmadik legnagyobb sporteseményét egy olyan létesítményben kell megszerveznünk, amelyik újonnan épült. Ez így van. Amelyik korábban még nem volt használatban. Nem használta senki, nincsenek tapasztalatok. Minden ajtó új, minden kábel új, minden szék új, minden új. Emiatt is fontos volt, hogy legyen egy tesztversenye az atlétikai VB-nek. Pontosabban igazából kettő teszteseményről beszélünk. Az egyik tesztesemény az június 17-én volt, egy családi nyitó fesztivál, zárójel, megint kommunikáció is, meg szívből is jön, nem egy hivatalos nyakkendős, öltönyös, kosztümös szalagátvágással szerettem volna megnyitni a Nemzeti Atlétikai Központot, hanem egy családi sportnappal, ahol eljöttek 15 ezeren, elindultak a különböző futóversenyeken, kipróbálták az atlétikának a különböző mozgásformáit, ráléphettek arra a versenypályára, ahol majd a szuperhősök versenyeznek augusztusban, és egy ilyen nagyon-nagyon jó hangulatú szombat délelőtti, a vakáció legelső hétvégén, egy szombat délelőtti családi fesztivállal nyitottuk meg az atlétikai központot, és teszteltünk mindent. Például, hogy a mosdók működnek-e, hogyha 15 ezeren megrohanják. Így van. És a második tesztesemény az pedig a felnőtt magyar bajnokság, atlétikáról van szó természetesen, az pedig főként egy ilyen sportszakmai teszt volt, van egy bemelegítő pálya is
amelyik a nagy versenypályán, a stadion mellett épült, igen, majd a VB-n is ott fognak bemelegíteni a versenyzők, már az OB-n is azt használtuk, ugyanott gyűjtöttük be őket, az OB résztvevőit, mint ahol a világbajnokságnak a versenyzőit, összegyűjtjük egy ilyen kis szobácskában, ahonnan elektromos kiskocsikkal visszük majd át őket, igen, és az OB-n is így működött, elektromos kiskocsikkal vittük át őket a versenypályára, ugyanazokat a sporteszközöket használtuk, mint amelyeket a melegítőpályán használunk majd a VB alatt, és ugyanaz volt a sportolók mozgása, és itt ugyanazok a versenybíró brigádok dolgoztak az OB-n, próbálgattuk a technikát, ízelítőt kaphattak az országos bajnokság nézői abból, hogy a sportshow az hogy fog kinézni majd a VB alatt, élő zenekarok, igen, mutatták be a versenyzőket, élő zenekarok, igen, játszottak miközben a versenyzőket a hangos bemondó bemutatta, és meg voltak ilyen kis apróságok, amelyekkel felvillantottuk, hogy mire lehet készülni a világbajnokságon, mi pedig szervezőként rengeteg tapasztalattal gazdagodtunk, még egyszer ennél a második eseménynél, főleg a sport szakmai szempontok alapján. Milyen hétköznapinak tűnő problémákkal kell szembenéznetek esetleg ezen a teszten, ugye, ami volt, voltak olyanok, gondolom, hogy csak volt olyan, amit korrigálni kellett, esetleg hogy látod, hogy lehet-e spontán is valamit gyorsan megoldani abban az esetben, hogyha esetleg az atlétikai világbajnokságon valami fixer alakul ki, valami, ami nem jön ki. Biztos, hogy erre is szükség lesz, és kezdem a végén. Az atlétikai VB szervező bizottságában van válságmenedzser. Nagyon jó. Dolgozik egy válságmenedzser, akinek az elmúlt hónapokban az volt a feladata, hogy nagyjából 70, picit több mint 70 különböző válság forgatókönyvet rakott össze. Mi történik akkor, hogyha elveszik egy gyerek a nézőtéren? Például. Mi történik akkor, hogyha vihar csap le? Igen. Mi történik akkor, hogyha baleset történik? Vagy balhéznak, mit tudom én, ott fenn a szurkoló között, igen, ugye? Reméljük az atliták között. De megtörténhet, igen, ugye most megtörténhet, a háború idején, akármi az orosz-ukrán. Illetve Stockholmban volt néhány hete egy verseny, ahol én klímaaktivisták valami bányászati projekttel szemben tiltakozó aktivisták. Az egyik 400 méteres, 400 gátas futószám közben befutottak a pályára, és leültek, és megzavarták a verset. Tehát igen. Szóval van egy válságmenedzser, aki 71 néhány válságforgatókönyvet összerakott, ebből nekünk gyakorlatot is kell tartanunk, van egy készenléti gyakorlat, egyik fázisát már megtartottuk, de pont most még a VB előtt még lesz kettő ilyen válsággyakorlatunk. Elromlott az egyik busz, amelyik szállítja a versenyzőket. Mi a teendő? Ez jó. Vagy csak kilukadt a kereke egy busznak, amin ott ragadtak a sportolók, akiknek nem sokára rajtolniuk kellene. Mit kell ilyenkor csinálni? Ilyenből van 75, mondjuk. És így készülünk azokra a szituációkra, amelyekre a józan ész szerint föl lehet készülni. És akkor egy másik példa, arra példa, hogy miket tanultunk mondjuk az országos bajnokságon, vagy az előtte lévő hónapban. Az országos bajnokságon is kijött sok dolog, természetesen nem minden volt internet, ahol kell. De ezek apróság, nem is akarom a hallgatókat mutatni. Azért fontos, mert például versenyzőnek, hogyha szükséges és nincs internet, akkor már ez egy baj. Persze. Vagy akár egy stresszforrás, persze. Ugye már nem tudod odafigyelni az ő munkájára. Persze, hogy ezeket orvosolni kell, de egy még szemléletesebb példa, és ez arra is visszautalás, hogy mennyire nehéz egy most épülő stadionban megrendezni a VB-t. December 12-e óta értékesítjük, áruljuk a VB jegyeit. Muszáj volt elindítani karácsony előtt. Nagyon-nagyon sokan vettek karácsony előtt itthon is, meg külföldön is jegyet, tehát bajba kerültünk volna akkor, ha nem indítjuk el az advent időszakban, mert elveszítettünk volna sok potenciális vásárlót. Sokszor ajándékként. És ajándékként, abszolút. Tehát emiatt a december 12-e utáni hét, és aztán a 19-e óta, tehát közvetlenül a karácsony előtti napon
alapok is nagyon-nagyon erősek voltak értékesítés szempontjából. Akkor azonban, amikor elkezdődött a értékesítés, még nem voltak székek a stadionban. Na. Tehát volt egy terv, székkiosztási terv, ez a neve, a székkiosztási terv alapján elkészült az online felületről, le lehet az interneten foglalni a székeket. Sorra, tehát melyik szektor, melyik sor, és hányas szék, és meg lehet vásárolni, és szépen fogytak is a jegyek. Kiderült azonban, hogy áprilisra, májusra, amikor kikerültek a székek a lelátó megfelelő részére, akkor nem egészen úgy nézett ki a stadion és a lelátó, mint ahogy a székkiosztási terve. Tehát például a célegyenesben is több mint 100 olyan jegyvásárló volt minden egyes versenyprogramra, tehát összességében ez 1000-nél is jóval több embert jelent, aki vett jegyet olyan helyre, ahol nem volt szék. Uha. És ez fordítva is igaz, voltak olyan székek, amelyek bekerültek, ahova meg nem árultunk jegyet, mert az eredeti székkiosztási terv szerint ott nem lettek volna székek. Tehát nagyon nem mindegy, hogy a 102-es szektorban, hogy a sorok száma az adott volt, mert abból következik, hogy hány szintje van a lépcsőnek, meg a betonlelátónak, de hogy egymás mellé a 101-es szektorban 14 széket raktak le az építők, vagy 16-ot. Ez nem mindegy. Az nagyon-nagyon nem mindegy. A mi tervünkön 16 széknek kellett volna lennie, a valóságban csak 14 szék volt, úgyhogy a 15-ös, 16-os szék tulajdonosa az a lépcsőre ül, vagy ült volna, hogyha ezt nem vettük volna észre. Mert szerencsére minden egyes új létesítménynél meg kell számolni egyesével a székeket. Itt nagyjából 35 ezer szék van az atlétikai központban, tehát a kollégáim végigmentek minden szektoron, és kiderültek ezek a pontatlanságok, elcsúszások. Vissza kellett bontani a célegyenesből az összes széket, és lerakni a 101-es szektorba a 14 helyett, a 15. és 16-at is a kartámasz és a szék ülő részek közötti távolság, meg a háttámnak közötti távolsága lehet játszani. Igen. Tehát nem kellett annyira szélesen, nem kellett megnagyobbítani a stadion, nem is lehetett volna, de azon a helyen, ahol nagyobb tér távolsággal csak 14 szék fért el, oda be tudták rakni a 16-ot. Szóval, hogy és akkor nagyon sok ilyen van, amiről lehetne mesélni. Állítgatjuk még mindig, hogy tökéletes legyen a világítás. Hát igen, ez is nagyon fontos, mi kívülállók, én nem is gondoltam, hogy vannak ilyen kis apró részletekben rejlő problémák, ugye, amelyre az ember nem is gondol, hogy a széksor úgy nem úgy jön ki, ahogy azt az ember elvárja. Ez... Szóval, hogyha megyünk egy sportrendezvényre, akkor megszoktuk, hogy van egy szólat, van szék. Így van. És még így is, hogy megszámoltunk mindent, hogy ötször leellenőriztük, még így is fenn kell tartanunk olyan székeket, ami mégis elkép. Esetleg lehet, hogy egy helyre valamiért a számítógépes program kettő embernek is eladta. Ezek még mindig tartalékkal, több mint 200 ilyen tartalékszékkel számolunk, vagy valaki jön, és el van törve az a szék, amire neki kellene ülnie, mert nem vettük észre. Tehát még számukra még mindig fenn kell tartanunk tartalékot. És a világítással is, ahogy mondtad, hogy akár megtörténhetnek ilyen csodaérdekes dolgok. Igen, világításnál is a mérnökök megtervezték, hogy elég fény legyen a játéktéren, azért, hogy a kamerákban és a tévé közvetítésben, amit még ez 1 milliárd ember láthat, tökéletes legyen minden. De azt vettük észre, amikor az első fénypróbák voltak, hogy a legelső sorban lők számára viszont kényelmetlenül sok volt a fény. Tehát vakító volt, mondja. Vakító is. Volt, igen. Vagy nem is hosszabb távon káprázott az ember. Szóval, ha rossz irányba nézett valaki, akkor nem esett jól neki. Nem komfortos. És mégsem tehetjük meg, hogy valaki kifizeti a jegyet, leül oda, és akkor úgy megy haza, hogy nem tudom, kiégett a retinája, pupillája, ne égjen ki senkinek. Szóval ezen is még állítani kellett, mert úgy kell a reflektoroknak működniük, hogy a tévénézők is tökéletesen láthassák, meg helyszíni nézők is.
a következő sportesemény szervezőinek ezt már nem kell elvégezni. Igen, mert ez a nagy esemény, és itt már minden meg lesz, gondolom. Itt be kell oldva, állítani. Itt be lesz állítva, és igen, akkor már a következő igen, magától értetődő lesz, azt hiszem. Úgyhogy ilyenek vannak, ami nehezíti azt a munkát, hogy egy teljesen új létesítményben kell megszerveznünk. Egyébként vannak extrém kérései az indulóknak? Ha igen, mik ezek? Tehát, nem tudom, kaptál-e kérést, különleges kéréseket? Ebből a szempontból az atlétika úgy szimpatikus sportág, hogy nem luxus rendezvény, és a legnagyobb világsztárok is ennek tudatában készülnek, élnek. Annyit kell biztosítanunk nekünk szervezőknek, hogy minden sportolónak legalább 4 csillagos színvonalú szállodában és 2 ágyas szobában kell szállást biztosítani. Ez a twin szoba, tehát ahol nem francia ágy van, hanem 2 külön álló ágy. Hogyha ennél valaki többet szeretne, és ételt adunk, 11 sportolói szálloda van, mind a 11 szállodában azonos a menüsor. Reggel és délben is, meg este is. Hogyha valaki ennél az ellátásnál, tehát a 2 ágyas, 4 csillagos ellátásnál többet szeretne, egy dolog van, ami lehet változtatni, hogy valaki egy egyes szobába kerüljön, azért neki, illetve a sportági szövetségnek, tehát a Nemzeti Szövetségnek fizetnie kell. Egyéb luxus... Hát plusz költségek. Ez plusz költség, de az nem a szervezőt terheli, igen. hanem a, vagy van egy az induló félnek svéd atléta, aki egy-egyes szobában szeretne aludni, ezt megrendelt a svéd szövetség tőlünk, és kifizetik a feláratot. Igen. A 2 egyes az 1-es között. Emellett olyan extrém kívánság például a szállással kapcsolatban nem volt. Olyan kívánságok vannak, és ez mind egy irányba tendál, hogy többen tartanak attól, hogy nagyon meleg lesz augusztusban, tehát jégkádat hoznak maguknak, aztán például Kanadából, jégkáddal érkeznek, felfújható jégkáddal, nekünk jeget kell vele adnunk. Az ausztrál csapat pedig azt jelezte, hogy ő mindenképpen saját mélyhűtő ládát szeretne. Ilyet mi nem biztosíthatunk nekik, mert akkor sérülne az esélyegyenlőség elve, akkor minden csapatnak kellene egy mély hűtőládát adnunk. Viszont azt annyit segítettünk, hogy abba a szállodába, ahova az ő foglalásuk szól, azzal a szállodai vezetéssel a kollégáim egyeztették, hogyha az ausztrálok megvesznek valamelyik budapesti boltban egy mély hűtőládát, akkor ennek lesz helye. Úgyhogy az ausztrálok majd fölpakolnak az egyik műszaki áruház a hátukra egy mélyütő ládát, és be fogja tenni a szállodába, és akkor azt ők használják. Szóval ilyen sport szakmához kötődő extrém kívánságok vannak és voltak, mindegyiket megpróbáljuk teljesíteni. Hogy érzed, az orosz-ukrán konfliktus, a háború talán befolyásolja a VB-nek a menetét, az atlétikai VB-nek? Itt elég egyértelmű döntést hozott a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, tehát nem a Magyar Szervezőbizottság döntése, hanem a Nemzetközi Szövetség döntése, hogy ameddig tart a háború, addig orosz és belorusz atlétek nem indulhatnak. Sajnos a háború még tart, úgyhogy most bő 3 héttel a kezdés előtt úgy tűnik, ez a döntés van érvényben, orosz és belorusz atlétek nem lesznek itt az indulók között. Ugye itt a nemzetközi sport életben 2 fajta felfogás ütközik egymással. Az egyik ez, a szigorú. Igen. A másik az főként Thomas Bachhoz, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökéhez köthető, aki enyhíteni ezt a szigort, és például lehetővé tenni, hogy a párizsi olimpia kvalifikációs versenyein elindulhassanak az orosz és fehér orosz atléták, ha nem is a nemzeti zászló alatt, orosz csapatként, de valamilyen független zászló alatt. Most úgy tűnik, hogy a NOB azt szeretné látni, hogy ott vannak Párizsban a 24-es olimpián az oroszok és a beloruszok. Mi természetesen elfogadtuk a Nemzetközi Atlétikai Szövetség döntését, nem is tettünk volna más, de hosszan beszélgettem. És áthúzni nem nagyon lehet. Amellett, hogy személyes meggyőződésem, hogy nem szabad keverni a sportot és az a politikát. De nagyon sok érve volt a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek amellett, hogy miért jobb így a jelenlegi politikai helyzetben és háborús helyzetben sokat árthatna
a szervezés szempontjából, és veszélyeztethetné az atlétikai VB lebonyolítását, hogyha mondjuk itt lennének az oroszok, igen, de emiatt mások bojkottal fenyegetnének, emiatt nézőtéri balhé lenne, emiatt, hogyha egy igen, orosz versenyző igen, rajthoz áll a versenyen, akkor mások inkább nem indulnának el. Vagy akár a szurkolók közötti konfliktus. Vagy a szurkolók között lenne, tehát még egyszer, amellett, hogy én annak igen, a pártján állok, hogy ne keverjük a sportot a politikával, de meggyőző érveket sorolt fel a Nemzetközi Atlétikai Szövetség amellett, hogy jobbat tesz a sportágnak és a budapesti VB lebonyolításának, nyugalmának is, hogyha addig, amíg dúl a háború, addig nincsenek itt az oroszok. Van, amitől félsz, tartasz, hogy nem úgy alakul, ahogy tervezted? Beszéltünk róla, hogy van válságmenedzser, és így megpróbálunk mindenre felkészülni, ami előfordulhat. Az egyetlen dolog, amitől tartok, hogy a versenypályán történik olyan, amire nem készültünk fel. 1994-ben az Egyesült Államokban volt a foci VB, és ott megsérült az egyik meccs közben a kapu. És rövid időn belül a szervezők tudtak hozni egy pótkaput. És akkor azt kérdezgette mindenki a TV közvetítésben is, meg azóta én is többször magamtól, hogy lehet, hogy még erre is gondoltak a szervezők, és most pedig azt keresem, hogy mi az, amire esetleg mi nem gondolunk. Pontosabban, ha megfordítom, akkor azt keresem, hogy ugye mindenre gondolunk, ugye nekünk is lesz pótkapunk. Igen, igen. Mert a versenypályán nincs idő arra, hogy javítsunk. Tehát, hogyha... Cserélni kell, és nem javítani. Igen, ha defektet kap egy busz, igen, akkor megoldjuk. Nem kerül bele a tévé közvetítésbe. Maximum 3 perccel később érkeznek meg a versenyzők a helyszínre. De hogyha az 1 milliárd tévé néző szeme láttára valami nem működik, az nagyon kellemetlen. Ez az egyetlen dolog, amin szoktam gondolkozni, hogy remélem, hogy a versenypálya minden rendben lesz. Bízunk benne. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.